Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió híradója, Friedrich Gertrud vagyok. December 31-e van, szilveszter napja. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Szilveszter van, az év utolsó napja. A világ több pontján már beköszöntött az új esztendő, mindenki más az év legvidámabb éjszakájára készül. 95 éves korában elhunyt 16. Benedek nyugalmazott pápa. A koszovói barikádokon szabadságharcosok voltak, mondta Alekszandar Vučić a Prva televízió vendégeként. Három hónappal meghosszabbítják a szülési szabadságot Szerbiában. Szilveszter van, az év utolsó napja, a katolikus egyházban Szent Szilveszter pápa ünnepe, akinek a nevéhez fűződik az egyházi élet római megszervezése. Az év utolsó napja a reformátusoknál a hálaadás és a számvetés napja. Protestáns vidékeken szokás volt az óév temetése. Szilveszterkor az új év napján, ha lencsét eszünk, az év során sok pénzünk lesz, ha malachúst, az szerencsét hoz. Szilveszterkor és új évkor nem szabad baromfi húst enni, mert a csirke hátrafelé kapar, vagyis elkaparja a szerencsénket. Ismét felszabadultan várják a világországai az új esztendőt, több helyen már beköszöntött 2023. Nézzük, hol, hogyan ünnepelnek szilveszter este. Míg Japánban a szilveszter egy bensőséges, családi és csendes ünnep, addig Új-Zélandon és Ausztráliában, a világon az elsők között, tűzijátékokkal köszöntötték az új évet. A világjárvány után ez az első év, amikor járványügyi korlátozások nélkül, szabadon, nagy tömegben ünnepelheti a világ legtöbb országa a szilvesztert, hasonlóan, mint 2020 előtt. Ilosvai Gusztáv magyar rádiós családjával Sydney mellett a tengerparton búcsúztatta az óévet. Hogy az abszálok, hogy ünneplik, hát isznak, sokat isznak, és kint vannak, és kint ünnepelnek, és nagyon zajosak, de tényleg nagyon zajosak. Úgyhogy egész megdöbbentő, hogy például helyeken, ahol lehet látni a tűzijátékot, hát ez hihetetlen, hogy mennyien vannak. És ráadásul, mivel hogy most van az első olyan év, hogy a Covid az tulajdonképpen felszabadultunk a Covid-tól, ez alapvetően meghatározza azt, hogy az emberek hogy viselkednek. Ugye egy nagyon jó hír számunkra, és nagyon jó hír az, hogy ki tudunk menni, meg tudjuk nézni a tűzijátékot, és át tudunk csúszni egy nagy bummal 2023-ba. Európában az újévi tűzijátékra még várni kell néhány órát, a kontinensen viszont akadnak olyan városok, ahol ehhez nem feltétlenül kell megvárni az éjfélt. A szabadkai Toldi Ágó Anett Svédországban él. Malmö Svédország harmadik legnagyobb városa, úgyhogy itt eléggé nagy rendezvények szoktak lenni. Idén is lesz a téren, a hatalmas tűzijáték, a koncerttel egybekötve, ami szintén szokás, hogy a Malmö Operánál szilveszteri gála estet tartanak, majd azután mennek ugye ki az emberek is nézik a városközpontban a tűzijátékot. Ami még egy picit eltér az otthonhoz képest, vagy amennyire én emlékszek, nem tudom, hogy ilyen volt otthon, az, hogy délután már a kisgyerekes családoknak biztosítanak szintén tűzijátékot. De mi a helyzet a világ más országaiban? Amerikában talán az egyik legnépszerűbb és legtömegesebb rendezvény a New Yorki újévvárás a Times Square-en, ahol éjfélkor több ezren figyelik a helyszínen, és több tízmillióan otthonaikban az ikonikus labdaesést. Dubájban pedig mintegy 30 különböző helyszínről lőnek fel tűzijátékokat. Tavaly több európai városban még elmaradtak a szabadtéri szilveszteri rendezvények, idén azonban ismét lesznek tűzijátékok Párizsban, Rómában és Athénban is. Szabadka főterén idén nem szerveznek szabadtéri újévvárást, részben takarékossági, részben pedig humanitárius okokból. Az erre szánt pénzt elsősorban egyetemista ösztöndíjakra és súlyosan beteg gyermekek gyógyítására fordítják. A vendéglátóhelyek viszont csaknem mindenütt teltházasak, és a szálláshelyek is teljesen megteltek. Szabadka főterére kapcsolunk a Winterfestre Mészáros Györgyhöz. Szerbusz, voltak-e már délutáni programok, illetve
illetve mi várható szilveszter éjszaka Szabadkán. Köszöntöm a nézőket, nos, nagyon sok vendéglátóipari egységben, kávézóban szerveztek nappali új évvárás vagy szilveszterezést, ez egyre népszerű program Szabadkán is. Sokfelé még most is tartanak ezek, főleg fiatalok vesznek részt rajtuk, és ez amolyan bemelegítés a szilveszteri buliba. A szilveszterezést ugye elkezdik ezekben a kávézókban, utána hazamennek, és egy ilyen szervezett, tehát baráti társaságban, buliban folytatják az új évvárást. Itt annak ellenére, hogy Szabadka főterén nem lesz szervezett új évvárás. Beszéltem a Winterfest néhány árusával, akik forralt bort, esetleg valamilyen ennivalót árulnak, és azt mondták, hogy kint lesznek az éjszaka folyamán, és nyitva tartanak. Azért, mert a jó idő miatt arra számítanak, hogy nagyon sokan spontán kijönnek, majd összegyűlnek itt Szabadka főterén, és itt várják majd be az éjfélt, itt fognak kocintani, és egymásnak boldog új évet kívánni. Most is nagyon sokan tartózkodnak Szabadka főterén, és nagyon sok külföldi van, mint ahogyan te is említetted. Én az elmúlt napokban is nagyon sok angol, német, japán, kínai nyelven beszélő emberkét láttam, illetve hallottam. Ők elsősorban azért jöttek Szabadkára, illetve ide Szerbiába újévárás céljából, mert egyrészt kedvelik a balkáni gasztronómiát, másrészt viszont egyre népszerűbb a balkáni zene is, és számukra egy ilyen kihívás, egy ilyen különös élmény az, hogy itt szilveszterezhetnek. Egyébként nagyon sokszínű szilveszteri program várja a Szabadka környékieket, a lakodalmat, odalmas zenétől a retro zenén keresztül egészen a turbofolkig, például teljesség igénye nélkül a Népkörben mai éjszaka ugye retro party lesz, Királyhalmon a Kultúrotthonban a Ne Felejts zenekar húzza majd a talpalávalót, de Hajdújárás két népszerű vendéglátóipari egységében is különféle zenével várják majd teltházban a szilveszterezőket. Mindenkinek nagyon jó és vidám új évvárást kívánunk, akár otthon családi körben, baráti körben, vagy pedig amely vendéglátóipari egységben tölti az év legvidámabb éjszakáját. Bújék! Mészáros György, köszönjük szépen! Évről évre egyre népszerűbbek a napközbeni szilveszteri bulik. A kávézókban, bárokban már korán megkezdődik a poharazgatás. Újvidéken jártunk utána, hányan búcsúztatták az új évet még sötétedés előtt. Nagy volt a nyüzsgés már akkor a délelőtti órákban Újvidék utcáin. Az elmúlt években a nappali bulik, amelyek legtöbbször ingyenesek, igen népszerűek lettek. Ezért sem ártott, ha már előre helyet foglaltak a vendégek. Nem na zsurka, jó nem szálló tradíció, akkor azt mondja, hogy jábbi rekkor, hogy no, azt mondja, hogy 10 godina, i pogotor sam ove godine prešao u Beč, da živim i radim, svaki godin se vraćam, i jednostavno ovo je tradicija koja mora da se ispoštuje i najbolje, dnevne žurke su mnogo bolje od večernih žurki, jer je jedinstvena prilika da doktor danas slavi. A hoćeš slaviti i uveč? Uveče je kućna varijanta, mnogo leganije i smeganije. A jó időnek köszönhetően a helyi klubok, kávézók és pubok a kerthelyiségeket is megnyitották. A jó hangulatról zenekarok, tamborások vagy DJ-ek gondoskodtak. Kao što vidite, lokal je prepun, čak smo morali i baštu da otvorimo. Mesta su popunjena skroz, čak ono gledamo i ćoškiće da popunimo. Čini mi se da ima oko 250 gostiju trenutno u lokalu, van bašte. Péterváradon is nagy volt a nyüzsgés. A folyópartján lévő étteremben tamborazene szórakoztatta a vendégeket. Ebéd és borok mellett búcsúztatták az új évet. Što se tiče dnevne žurke, za atmosferu je zadužen tamburaški orkestar, orkestar koji prati Zvonka Bogdana. Atmosfera je odlična, gužva je velika, interesovanje je veliko bilo, tako da popunjeni smo do krajnjih kapaciteta. A baráti társaságok este általában a tereken, szórakozó helyeken vagy pedig házi bulikban folytatják a szilveszteri bulit. Belgrádban két helyszínen szerveznek szabadtéri újévvárást, a köztársasági parlament épülete előtt és a Belgráda Vízen városrészben. Mindkét helyen népszerű szerb előadók adnak koncertet. A legtöbb szórakozó helyen és étteremben teltházas bulikra számítanak a vendéglátósok. Éjfélkor pedig látványos tűzijátékra is lehet majd készülni a szerb fővárosban.
Ünnepi nyitvatartás szerint 18 óráig tart nyitva a legtöbb bolt Szerbia szerte szilveszter napján. Nem csak a boltok, a posták is rövidítettek a munkaidőn. Délután 17 óráig várták az ügyeiket, intézőket. Január 1-e munkaszüneti nap, ezért sem az üzletek, sem más szolgáltatások nem dolgoznak, így a parkolásért sem kell fizetni. Hétfőtől, azaz január 2-ától ismét a megszokott munkaidőben várják az üzletek a vásárlókat. A posták ugyanakkor hétfőn és kedden is zárva lesznek, kivéve a szabadkai főpostát, amely kedden 8 és 14 óra között lesz nyitva. Ami az egészségházakat illeti, a szabadkai Karagyorgye utcai rendelő és a mentőállomás felváltott ügyeletben fogadja a pácienseket. Bajmokon és Csantavéren pedig 24 órás ügyeletben dolgoznak. Hasonlóan rövidített munkaidővel, azaz 18 óráig tartanak nyitva a boltok január 6-án az ortodox karácsony böjtjén, míg karácsony napján, január 7-én munkaszüneti nap lesz. Kilencvenöt éves korában elhunyt 16. Benedek emeritus pápa, a hírt a Vatikán jelentette be. Az egykori egyházfő, aki közel 8 évig töltötte be tisztségét, egy vatikáni kolostorban vesztette életét. Utódja Ferenc pápa szerdán jelentette be, hogy Benedek nagyon beteg. Arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte. A temetés és szertartás csütörtökön 9 óra 30 perckor lesz a Szent Péter téren. A nyugalmazott pápa kérésének megfelelően az egyszer jegyében Ferenc pápa vezetésével. Josef Ratzinger az első német származású pápa volt több száz év után. 2005 áprilisában választották az egyház fejévé, II. János Pál halála után. Ekkor vette fel a 16. Benedek nevet, és ő lett a 265. pápa. Megválasztásakor egy stabil időszakra számítottak a szakértők, 8 évnyi pápasága azonban több hiba és botrány miatt lett emlékezetes. 2013-ban önként lemondott pozíciójáról, ezzel több mint 600 év után ő lett az első pápa, aki nem halála miatt távozott az egyház éléről. Ő volt egyébként a harmadik olyan egyházfő, 5. Celestin és 12. Gergely után, aki lemondott. Benedek rossz egészségügyi állapotával és időskorával magyarázta lemondását, sokan azonban az egyházon belüli szexuális zaklatási és korrupciós ügyeket sejtették a háttérben, amelyeket a pápa inasa szivárogtatott ki. Ferenc pápa megválasztását követően nyugalmazott pápaként költözött vissza a Vatikánba, ahol a Mater Ecclesiae kolostorban élt. Utoljára 2020. júniusában mutatkozott a nyilvánosság előtt. 1951-ben szentelték pappá, 1953-ban pedig a teológia doktora lett a Müncheni Egyetemen. Több egyetemen is tanított a 60-as években. 50 éves korában 6. Pál pápa München és Freising érsekévé emelte, 3 hónappal később pedig a bíborosi címet is megkapta. Több mint 20 évig dolgozott II. János Pál legközelebbi tanácsadójaként, az elődje halálát követően pedig mindössze 26 órás tanácskozás után választották pápává. II. János Pál pápához hasonlóan Benedek is fontosnak tartotta, hogy békét, hidat teremtsen a katolikus és más vallások között. Konzervatív pápaként ismerték, ellenezte az abortuszt, az eutanáziát és azt is, hogy a nők felvegyék a papi hivatást. Nem fogadta el a homoszexualitást, és kiállt a cölibátus mellett is. 16. Benedek teológusként, bíborosként hivatalban lévő, majd visszavonult pápaként meghatározó személyisége volt egyházunk életének, írt a nekrológiában Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek. Világosságot és derűt sugárzott még gyengesége és betegsége éveiben is. Személyében korunk legnagyobb katolikus teológusa távozott közülünk, fogalmazott Erdő Péter. A koszovói barikádokon szabadságharcosok voltak, mondta Alexander Vučić a Prva televízió vendégeként. A szerb államfő pénteken este úgy fogalmazott, a szerbek már nem tudták elviselni az elnyomást Koszovóban. Évek óta lebecsülik a szerbek szellemének erejét. Az albánok szándékosan provokálnak, de a népet nem lehet legyőzni. Az észak-koszovói szerbek 98%-a támogatta az útblokádot. Elege lett az embereknek. Én a koszovói szerbeknek
embereknek azt mondtam, hogy várjanak, tette hozzá Vučić. Kiemelte, kompromisszumra törekszik, de a szavai szerint azt nem lehet bottal, a szerbek verésével elérni. Jól sakkoztunk, erősen játszottunk, és mindig így teszünk. Egyelőre megőriztük a békét, a továbbiakban is erre törekszünk, húzta alá az államfő. Hozzátette, jó egészséget kívánok a népnek, hogy emelkedjenek a fizetések, a nyugdíjak, és hogy megőrizzük a békét. Nem adjuk fel. Boldog új évet és minél több gyereket Szerbiában. 3 hónappal meghosszabbítják a szülési szabadságot Szerbiában. Az új törvény várhatóan jövő év közepén lép érvénybe. Eszerint az első gyermek után 15, a második után pedig 18 hónap szülési szabadság jár az édesanyának. Darija Kisić Tepavčević, szerb családügyi és demográfiai miniszter a szerb közmédiának azt mondta, ez jó hír lehet a szülőknek, hiszen több időt tudnak a gyerekeikkel és a családjukkal foglalkozni. A miniszter kiemelte, hogy korábban a harmadik és a negyedik gyerek után 24 hónapra hosszabbították meg a szülési szabadságot, és hangsúlyozta, ezzel a törvénnyel Szerbia ismét bebizonyítja, hogy gazdaságilag stabil és erős. A gyermekvállalás serkentő intézkedésekre egyébként nagy szükség van Szerbiában. A friss népszámlálási adatok ugyanis azt mutatják, hogy 11 év alatt 500 000-val csökkent a lakosok száma. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nagy a forgalom a fodrász és szépészeti szalonokban az év utolsó napján is. Készülnek az új frizurák az újévi bulira. Elrajtolt a 45. Dakar Rally a Vörös-tenger partján lévő táborból. A közösség segítségét kéri a szabadkai Kistorma család. Kisfiúk Alex gyógykezeléséhez van szükség pénzre. Alex 2022. február 11-én született, a vártnál előbb, a terhesség 36. hetében. A kisfiú először a szabadkai közkórházba került, majd Újvidékre szállították további kivizsgálásokra. Súlyos légúti tünetekkel járó RSV fertőzést és kardiológiai problémákat diagnosztizáltak nála. Utóbbi során lyukat találtak a kisfiú szívén. 3 hetet töltött édesanyjával az újvidéki kórházban, majd a belgrádiban. A műtét tehát néhány napja elvégezték, az állapota stabil. A szülők most a további vizsgálatok eredményét várják. Alexnál ugyanis a genetikai rendellenesség lehetősége is fennáll. A kisfiú szülei dolgoznak, de rendkívül megterheli őket a sok utazás és gyógyszer költsége. Ezért számítanak a jó szándékú emberek segítségére. Jövő héten megyünk Tirsovába, mivel majd lesz még egy genetikai vérvétel, amit nem, most jövő héten fogjuk megtudni, hogy konkrétan, hogy Szerbián belül lesz küldve ez a vér kivizsgálásra, vagy ők külföldre fogják küldeni azt a vért. Ezt jelen pillanatban még nem tudjuk, és ugye minden eredmény, ugye a genetikai eredménytől is függ az, hogy őnek továbbiakban még milyen kezelésre lesz a meglévőkön kívül szükség. Elérkezett az év utolsó és egyben legbolondabb napja. Ezen a napon mindenki a legjobb formáját szeretné hozni, ezért a szépészeti szalonok ilyenkor különösen megtelnek. A csantavéri fodrász szalonokban is nagyobb volt a sürgésforgás a megszokottnál, de végül mindenki igazán csinosan indulhatott az év búcsúztatására. Major Boglárka már a szilvesztert megelőző napon az egyik csantavéri fodrászati szalon felé vette az irányt. Olyan frizurát szeretett volna, ami csinos, de tartós is az újévi bulizáshoz. Amikor buliról van szó, akkor én nagyon szeretem megadni azért a módját. Minden frizurára jövök, sminkre megyek, és akkor így minden bulira megvan, hogy milyen frizurát szeretnék. Nagyon szeretem azért az extra frizurákat is, mert szeretem kipróbálni őket. Így legalább a lányok is bírnak gyakorolni sokat. Boglárka hajáról Csákány Kinga fodrász gondoskodott, aki elmondta, hogy szilveszterkor a bonyolult hajformák helyett inkább az egyszerűbben elkészíthető frizurák a népszerűek. Egy egyszerű és nagyszerű frizurát kért a Boglárka, tehát ki fogom vasalni, hogy szép egyenes legyen, mivel ilyen gyönyörű szép hosszú haja van, ezért ki is fogjuk mutatni.
Itt elől lesz neki két választékja, amit én szépen így hozzá fogok simítani a fejbőréhez. Itt hátul, középen pedig lesz egy emeltetés, ami kicsit meg fogja hosszabbítani a vendégnek az arc formáját. És hát ennyi lesz. Ez egyszerű és nagyszerű, több napig is akár így bír maradni neki, és tökéletes egy újévi frizurára. A férfiak sem engedhetik meg maguknak, hogy ápolatlanul jelenjenek meg a szilveszteri bulin. Ők általában már napokkal korábban beülnek a borbélyhoz. Általában rövid fazon, minél rövidebb fazonra mennek most már, úgyhogy. Ilyen csíkok vannak még, mindenki mit kér különben, olyan csinálunk. És a férfiaknál mi a jellemző, hogy mikor kezdenek el készülni? Hát ez az utolsó két hétre általában kihagyják. Csizovszki Ildikó fodrász elmondta, december a legforgalmasabb hónap az évben, ugyanis az ünnepekre mindenki a legszebb formáját szeretné hozni. A szilveszteri sürgésforgás az jobban 31-ére összpontosul, mert mindenkinek aznap kell a friss frizura, ezek nem annyira komolyak, mint egy lakadalomra, hogy kontyok, inkább egy lazább beszárítás, hullámok, egy kis csillogás, mert hát szilveszterkor csillogunk. Jobban a festéseket, átalakításokat karácsony előtt kérik a vendégeink. A fodrászati szalonokból akár 20-25 személy is bulikész hajjal távozik szilveszter napján, viszont a fodrászok sem maradnak kócosak, egymást kisegítve ők is mutatós frizurával búcsúztatják a 2022-es évet. Tartsanak a Pannon Rádióval és Televízióval, valamint a Szabadkai Magyar Rádióval szilveszterkor is. A tévében koncertekkel, filmekkel, tematikus magazinműsorokkal és évértékelővel várjuk nézőinket. Zenei kavalkád lesz az év első napján is, Görög Sisters Piano Duo koncert, Budapest Saxofon Quartet, és egy jó film is vasárnap este 20:40-től a Tiltott Táncok című angol-francia ír filmdráma lesz látható magyar felirattal a Pannon Televízió műsorán. Az év legvidámabb estén nem maradnak el a koncertek sem. Kontrabajandó koncert Kálmán Imre és Lehár Ferenc operettest, de a Szóljon hát a Nóta zenekar koncertje is képernyőn lesz. Szilveszter estén a 20 órai híradót követően egy különleges évértékelőt láthatnak a Pannon a reggeli közkedvelt műsorvezetőivel, Lajkó Anettel, Sánta és Brasnyó Zoltánnal, valamint Zvekán Péterrel. Szóval, hogy ragadjak egy pillanatot? Hát az egyik az, hogy ugye jött a meze ide, azt a Brasnyó mondta, aki nem tudom, látszik-e, de itt van mögötte. A másik pedig az, hogy most beújítottunk, év közben, amiket felvettünk koncerteket, ilyen kis koncertrészeteket fogunk leadni. Többek között, aki még mindig esetleg nem látta, Sánta Zorit láthatja zenérés közben, ami tök jó. De nem csak a Pannon TV mellett pezsgőzhetnek szilveszterkor. A Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió is ünnepi, újévi műsorral kedveskedik hallgatóinak. Az SMR-ben az Esti Koktél című műsor nyújt üdítő zenei összeállítást szilveszterre. Éjfél után pedig a legjobb retrós lágerek várják a hallgatókat. Elsőjén a 107,1 MHz-en egy érdekes interjú, Baki Parádé és a közkedvelt Kívánság műsor mellett kezdhetik a 2023-as évet. Vidám beszélgetéssel indul este 8-kor a Pannon Rádió újévi bulija is. Csak a Pannon Rádiónak nyilatkozott Hyde Payne Harold, azaz Arató András. Ezt követően a hallgatók idei legnépszerűbb dalkéréseiből és az év legjobb felvételeiből szemezgetünk. A 91,5-ön január 1-én 9 órakor kezdődik a reggeli csapat évértékelője, immár a Pannon Rádióban. Régebben egyébként azt is alkalmaztuk, illetve többször előfordult, hogy a politikai eseményeket beszéltük ebben a műsorban, de aztán rájöttünk, hogy épp elég politikát hallgatnak az emberek évközben, és azért legyünk őszinték, történtek kifejezetten szomorú események is idén, amelyekre hosszabban nem térünk ebben a műsorban, hiszen ennek a műsornak a feladata a vidámság és a jó kedv megteremtései estére, a buli előtt. Hangulatos és változatos műsorainkkal pezsgőzzön és frissüljön fel szilveszterkor és az új év első napján is a Szabadkai Magyar, illetve a Pannon Rádióval, valamint a Pannon Televízió műsoraival. El
lerajtolt a 45. Dakar Rally a Vöröstenger partján lévő táborból. A mezőny az első napon egy 13 kilométeres prológgal indította a versenyt. A bemelegítő szakasz rangsora határozza meg a holnapi szakasz tartjának felállását. Az első 10 helyen befutó autósok és motorosok kiválaszthatják rajt pozíciójukat a következő versenyszakasznál. A magyar származású romániai motorversenyző Gyenes Emanuel a 29. a szabadkai motorversenyző Szagmajszter Gábor pedig a 135. helyen végzett. A 15 napos megmérettetésen a versenyzőknek 8500 kilométert kell majd megtenniük Szaúd-Arábia sivatagaiban. A szervezők szerint ez lesz a legkeményebb verseny, amióta a sivatagi show Szaúd-Arábiába költözött. Holnap 360 kilométer vár ránk, gyorsági szakasz, nem lesz egyszerű, kizárólag köves pályán fogunk menni, és szerintem nagyon kemény nap várható. Leszerződtette az ötszörös aranylabdás portugál klasszist Cristiano Ronaldo-t a szaúd-arábiai Al-Nassr. Ronaldo novemberben adott komoly visszhangot kiváltó interjút, amelynek következtében akkori klubja, a Manchester United felbontotta szerződését. Az elmúlt egy hónapban számtalan találgatás látott napvilágot következő állomás helyével kapcsolatban, elsősorban a Saudi Al-Nassr, illetve korábbi nevelőklubja, a Sporting volt ezek középpontjában. Végül előbbi lett a befutó, média értesülések szerint évi 200 millió eurós szerződést kapott új csapatától az ötszörös aranylabdás. Cristiano Ronaldo a Sporting Lisboában tűnt fel, majd a Manchester Unitedban vált sztárrá. Később a Real Madridban, a Juventusban is szerepelt, mielőtt visszatért az angol csapathoz. Klubjaival ötször hódította el a Bajnokok Ligáját, a válogatottban szerzett 118 gólja pedig világrekord. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Szilveszter van, az év utolsó napja. A világ több pontján már beköszöntött az új esztendő, mindenki más az év legvidámabb éjszakájára készül. 95 éves korában elhunyt 16. Benedek nyugalmazott pápa. A koszovói barikádokon szabadságharcosok voltak, mondta Alexander Vučić a Prva televízió vendégeként. 3 hónappal meghosszabbítják a szülési szabadságot Szerbiában. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Magam és munkatársaim nevében is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok, és mindenek előtt szép estét mindannyiuknak. Viszontlátásra!